A humán civil házban gyűltek össze a lelki elsősegély telefonszolgálat önkéntesei, hogy szakmai konferencián összegezzék munkájuk tapasztalatait. Országosan 400 aktív ügyelő áll a nap 24 órájában a bajban lévők rendelkezésére. A bújtatott mondatokat is észre kell, hogy vegyük, mert nem föltétlenül azzal a problémával jön. Lehet, hogy egy olyan problémával jön, amit teljesen banális, de ott van, ott dolgozik mögötte, hogy valami nagyon nem jó. Nekünk akkor résen kell lennünk. Az anonim formában hívható szolgálat 1970-ben alakult meg Magyarországon, az öngyilkosság megelőzésére hozták létre. Különböző stressz szituációk, főként fiataloknál, iskolai helyzetek, amit nem tud megoldani, munkahelyi teljesítménykényszer vagy teljesítményzavar, vizsgadrukk az iskolában, szakítás a párjával, illetve a jövőkép hiánya, a céltalanság, a teljes motiválatlanság. Többek között ilyen okok vezethetnek oda, hogy valaki a végső megoldást fontolgassa. Az önkéntesek azt tapasztalják, hogy sokszor egy beszélgetés is segít annak felismerésében, hogy a krízis helyzetből van kiút. Amikor Facebookon kommunikálnak egymással a családtagok, a legközelebbi családtagok is, az a személyes kapcsolatokat nélkülözi. Tehát másképp figyelnek okos eszközön keresztül egymásra az emberek, mint a személyes kapcsolatokon keresztül. És valódi emberi hangra vágynak, odafigyelésre vágynak, és ez azt gondolom, hogy korosztálytól független. 25 év felett bárki vállalhat önkéntes ügyelői feladatot a szolgálatnál, fontos viszont a mentális alkalmasság, a felkészülést pedig képzés és később folyamatos szakmai kapcsolattartás segíti. A lelki elsősegély vonalát sajnos 60%-ban hechívásokra használják a felelőtlen telefonálók, ezzel azoktól vonják el a kapacitást, akiknek valóban segítségre lenne szükségük.